Laura is megy oda a sor mögé. Fölpassz, visszapassz, keresztpassz, kiskényszerítő. Mert. Úgy van, tartod, szép! Köszöntöm kedves nézőinket! Mai adásunkban Micskó Márk személyében egy olyan edzővel fogok beszélgetni, akiről nyugodtan kijelenthetjük, hogy csodát tett a csapatával, ugyanis az idei szezonban följuttatta a szekszárdi lányokat az NB1-es bajnokságba. Üdvözöllek már, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget. Mesélj kérlek arról, hogy hogy is telt az idei szezonotok? Hát az biztos, hogy valódi újdonsággal készültünk, hiszen a futsalt ugye befejeztük erre az évre, és úgy döntöttünk, hogy az NB2-es nagypályán fogjuk megmérettetni magunkat. Ez nagyon fontos volt az utánpótlásunk szempontjából is, mivel szerettük volna az, hogy U7-től kezdve, tehát megvan a szakosztálynak az alja, legyen egy teteje is, ami egy NB2-es felnőtt csapat, ezért indultunk itt, nagyon örülök neki, hogy lányaink ugye csodát tettek azzal, hogy másodikként kvalifikálták magukat az NB1-es bajnokságba. Ez nagyon fontos volt, hiszen 70-80%-ban saját nevelésű játékosokkal értük el ezt a sikert. Az biztos, hogy ebbe beleszámított az, hogy az igazolásaink mind nyáron, mind télen nagyon jól sikerültek, tehát 90%-ban beváltak, úgyhogy ez kellett, úgy gondolom, a sikerhez. Hogyan fektetétek le az utánpótlás alapjait? 2014-ben kezdtük ugyebár egy NB2-es futsal csapattal itt az itt létünket, itt a szekszárdi UFC-be. Az egy év után feljutott az első osztályba, ugyanígy másodikként, akkor ugyanez volt a szabály a futsalban, mint most. Tehát többen mondták is már évközben, hogy figyeljük meg, a történelem ismételni fogja önmagát. Nagyon örülök, hogy ez így sikerült. Tehát 15-ben feljutottunk ugye az NB1-be, ott el kellett kezdeni utánpótlás csapatokat indítani a futsalba. Ezért elkezdtük az utánpótlás nevelést U14-be, U16-ba, és ebből kifolyólag, tehát évről évre növeltük a bázisunkat, és egyértelműen, amit évek óta én hangoztattam, hogy az utánpótlásunk a legfontosabb, és az az első, nagyon örülök neki, hogy így sikerült elérnünk ezt a nagy sikert. Mi az, ami a legnagyobb kihívást okozta nektek az idei szezonban? Elég sok minden, ugye felnőtt bajnokságban nem szerepeltek még a lányok. Nagyon fiatalok voltunk, tehát volt itt 15 évestől kezdve 17-18, 20-21-22, tehát a kapusunk, a Jucika és a Hajni volt azért egy picit rutinosabb játékos, a többiek azok szinte mind gyerekek voltak. Kihívás volt, igen, hogy csapatként hogy fogunk tudni funkcionálni, hogy fogunk összeérni. Nem voltak nagy céljaink, titkon azért beszéltünk az öltözőben, mert láttuk az utánpótlásunkat, láttuk az erősítéseket, hogy miért ne lehetne akár odaérni, de azért ez az elején még csak egy ilyen álom volt. Nagy kihívás volt még sajnos a súlyos sérülések, amik értek minket, hiszen a második fordulóban már a Nagy Csek Edinát és a Fonyódi Katát elveszítettük. Edinát az egész fél évre, Katát sajnos az egész 21-22-es szezonra, sajnos most fog nyáron tudni visszatérni. Hajnit pedig ősszel veszítettük el, sajnos egész tavasszal nem tudott játszani. Tehát ezek mind-mind kihívások voltak, őket pótolni, ugye nem volt bő a keretünk, mondhatni nagyon szűkös volt, és akkor még ilyen meghatározó játékosok is kiesnek, de úgy gondolom, hogy ezt csapatként nagyon jól kontrollálták a lányok, és ennek köszönhető plusz az erős kohéziónak az, hogy most ilyen dolgokról tudunk beszélgetni. A második legtöbb gólt lőttétek a bajnokságba, és nagyon keveset kaptatok szintén. Mi lehet ennek az oka, hogy elől is nagyon szervezett a csapat, és hátul is ugyanúgy ott van a védelem a toppon? Aki engem ismer, az tudja, hogy én a támadó focinak a híve vagyok. Nagyon örülök neki, hogy volt stílusa a csapatunknak. Tehát nagyon kombinatívan, olykor nagyon szépen játszottak a lányok, persze ebbe becsúsznak hibák is azért bőven, tehát valahova fejlődnünk, de örülök neki, hogy egy kialakult rólunk egy ilyen stílus. Az, hogy hátul
rendben voltunk, az mondjuk a bajnokság végére már sajnos annyira nem igaz, mert ott elég lukasak lettünk, elfáradtunk mentálisan is, de ugye nagy hangsúlyt fektettünk az egész szezonban a támadásokra, illetve a védekezésekre is. Mennyire másabb vagy nehezebb egy lánycsapat irányítása, mint egy fiú gárdáé? Nem tudom, fiút még nem irányítottam. Nem nehéz. Lányok fogékonyak, nagyon szeretnének megfelelni arra, amit az edző kér, tehát betartanak minden taktikai utasítást, úgyhogy egyszerű a dolgom, úgy gondolom. Hogy fog kinézni a további edzésetek, illetve tervetek a nyár folyamán? Hát lassan most már befejezzük ezt a szezont, tehát lesz majd egy évzárunk, majd valamikor, július 1-én viszont már kezdjük is a szezont, mivel augusztus 13-14-én már kezdődik az NB1 első forduló, addig pedig 6 hetünk lesz fölkészülni. Nagyon szeretnénk egy komoly felkészülést véghez vinni, remélem, hogy erre minden feltétel adott lesz, és akkor úgy gondolom, hogy nyugodtan belevághatunk az NB1-es szezonba, bár azért az őszi szezon az nekünk az ismerkedésről fog szólni, tehát komoly céljaink nem lesznek, szeretnénk fölvenni a ritmust mindenféleképpen, mert dinamikába, gyorsaságba nagyon sokat kell még fejlődnünk, úgy gondolom, de tavaszra remélhetőleg már ez látszódni fog az elvégzett munka is. Hogyan látod? Fog-e valahogyan erősíteni a csapat új igazolásokkal, vagy jönnek-e föl játékosok? Próbálkozunk folyamatosan, de nagyon nehéz dolgunk van. Tehát azzal, hogy följutott az Újpest is, ott Pesten, tehát a pesti játékosoknak egy újabb alternatíva jutott az NB1-be futballozni, ezzel én nap mint nap szembesülök, hiszen több kiszemelt játékosunk is például oda fog távozni, illetve nagyon nehéz azért onnan mozdítani bárkit is ide lesz Szekszárdra, de próbálkozunk, rajta vagyunk, reméljük, hogy sok változás nem lesz, de bízunk benne, hogy az minőségi lesz. Hogy érzed, a csapat meghatározó játékosait sikerülhet megtartani a nyáron? Igen, szerencsére nagyon jól mennek a tárgyalások itt a meglévő játékosainkkal, lehet, hogy egy-két változás lesz, de úgy gondolom, hogy az alap, a gerinc az megmarad, ami nagyon fontos. Azért, mint az imént említettem, remélhetőleg egy-egy minőségi igazolással meg tudjuk erősíteni a csapatot. Hogyan látod így az elmúlt szezonból? Ki az, aki nagyon nagy veszélyt jelenthet a csapatra az NB1-es mezőnyből? Hát mindenki. Mindenki. Most mondjam azt, hogy a Ferencváros lehet, mire összetalálkozunk, addigra már bejutott a Bajnokok Ligájába. Tehát itt nagyon komoly csapatok vannak. Tehát az NB1 és az NB2 között óriási a különbség. Megpróbálunk mindent, azért mondtam, hogy az ősz ez rá fog menni erre sajnos, de nem fogjuk feladni, és a egy-egy becsúszott sikertelenség se fog minket eltántorítani attól, hogy bennmaradjunk az első osztályba, hiszen ez lesz a célunk, semmi más. Végeztek el valamilyen plusz edzés munkát majd, vagy jár-e valami nagyobb terheléssel a meccseken kívül az NB1-es szereplés? Az biztos, szeretnénk az edzések számát megduplázni. Tehát most eddig edzettünk mondjuk 4-et, most szeretnénk ilyen 7-8 edzéssel majd a következő bajnokságnak neki menni. Meglátjuk, hogy ezt hogy fogjuk tudni megoldani, ugye sok a diákunk, sok a dolgozó játékosunk emellett fognak játszani. Meglátjuk, hogy ezt hogy tudjuk összeegyeztetni. Hogyan lehetne összehozni ezeket az edzéseket? Egyet délelőtt, egyet délután, vagy inkább hétvégére többet besűrítve? Hogy látod így előre? Nem, ez a délelőtt, délután az működőképes tud lenni. Tehát versenyidőszakban is azt tervezném, azt szeretném elérni, hogy egy hét edzésünk legyen, tehát mondjuk akár egy kett csütörtök délelőtt, akik vannak, akár poszt-specifikus edzésekkel, vagy gyorsasági, vagy bármilyen, amire épp szükségünk van. A stáb is alakul, az is növekszik, ahogy remélhetőleg a játékos állomány is, dolgozunk, nincs megállás. Tudom, hogy az egész csapatodra nagyon büszke vagy, de ki az, akiket esetleg kiemelnél az idei menetelésből, mert olyan kulcs szerepet játszottak a csapat sikerében, akár góllövésben? Nem fog kiemelni senkit, mert tényleg mindenkire büszke vagyok, úgyhogy nem is fogok ebbe bele. Mindenkit kiemelhetnék egyenként, tehát mindenki hozzátette a magáét,
Vannak itt U17-es válogatottjaink, akikre nagyon büszkék vagyunk, U19-es válogatott kerettag játékosaink vannak. Tehát úgy gondolom, hogy ezzel a szezonnal is bizonyítottuk, hogy fölkerültünk azért ott a női labdarúgásnak a térképére, elég magas szinten. Most azon dolgozunk, hogy itt az NB1-ben megragadjunk, és utána esetleg az utánpótlásunkat is egy magasabb szintre emelni. Volt-e olyan játékosod, aki akár edzésmunkában, akár teljesítménybe meglepetést okozott és erőn felül teljesített? Hát voltak persze, de az előbb sem emeltem ki senkit, most sem nagyon szeretnék, mert még a végén valakit kihagyok, és az úgy nekem is kellemetlen lesz, hogyha visszanézem a műsort, hogy éppen miért hagytam ki. Rendben. Utánpótlás nevelésbe mire fektetitek most a legnagyobb hangsúlyt? Egyértelműen szeretnénk a létszámot megnövelni. Tehát ugye U16-os csapatunk a nyugati csoportban megnyerte a bajnokságot veretlenül, amit tavaly még nyújtott pályán indult ez a csapat, tehát az U16-os csapatunk. Ugye idén emeltünk a szinten, tehát rávittük őket nagy pályára, ahol szintén ugye veretlenül bajnokok lettek, viszont a célunk az, hogy egyszer elérjük akár azt az akadémiai szintet, akiknek ugye 10 csapatnak külön bajnokságot indítanak, tehát ez a cél az utánpótlásba, ezért dolgozunk, aztán meglátjuk, hogy majd ez hogy fog kisülni. Ha jól tudom, az U19-es lányok is megnyerték a bajnokságot, és ők is sikert értek el. Róluk is mesélj kérlek pár gondolatot. Így van, tehát amikor tavaly belevágtunk a bajnokságba, akkor ugye tehát megnéztük a játékos állományokat, és azért nem álltunk úgy szám szerint, hogy mindegyik bajnokságra azt mondhassuk, hogy rendben vagyunk. Tehát az U16, U19 is felnőtt. Akkor így egymás közt a stáb azt mondta, hogy idézőjelben, hogyha valamelyik bajnokságra kicsit máshogy tekintünk, tehát most nem azt mondom, hogy elengedjük, de ha valamelyiket mégis be kell áldozni az NB2 véget, akkor az legyen az U19. De az utánpótlásunk tehát bizonyított, hiszen az U19-ben is egy nagyon fiatal csapattal játszottunk, és voltak nehézségek, volt, hogy nem tudtunk kiállni, volt, hogy létszámhátrányosan mentünk el, de úgy gondolom, hogy itt is bizonyítottak a lányok, hiszen a végén odaértünk, és megnyertük a bajnokságot itt is. Érintettük itt az utánpótlás nevelésben az akadémiai létet. Miben más egy akadémia, mint egy utánpótlás nevelő klub? Hát mindenben, mondjuk azt. Tehát az akadémiák most így az utánpótlás nevelő klubokból táplálkoznak, ugyebár. Nem tudom. Tehát nálunk ugye 5 éves kortól, tehát U7-től kezdve megvan a lépcső egy kislánynak, hogyha futballistává szeretne válni. Ők még ezzel így nem foglalkoznak. Tehát ők inkább az U15, U17, U19-re helyezik a hangsúly, amit az ország bármely pontján élő játékosa meg is tudják tenni, hogy elviszik. Tehát velünk is sajnos előfordul több esetben, hogy játékosainkat csábítgatják, sajnos mindig utólag tudjuk meg, mert ugye nem divat még, hogy a klubot megkeressék, hogy ez lenne, az lenne, amaz lenne, hanem mindig utólag tudjuk meg. Ez egy nagyon rossz irány amúgy, de szerencsére, tehát mondhatom azt, nem vágynak el a játékosaink az akadémiákra. Van egy-egy mindig, akit meg tudnak akár a játékost, akár a szülőt győzni azzal, hogy neki ott jobb lesz. Én viszont azt mondom, hogy egyáltalán nem biztos. Hogyha van olyan jó teljesítményű játékos vagy lány, akire fölfigyeltek a megyéből, akkor azt megpróbáljátok ide szexelve csábítani? Így van, tehát próbáljuk, tehát több játékost így az elmúlt években azért le tudtunk igazolni, viszont itt ez NB1-jel, meg már az NB2 nagypályával is azért ez egy teljesen más mentalitással működik ez az egész. Tehát itt a játékosoknak is be kell állni a sorba, tehát itt nem elég az, hogy heti egy edzésre eljövök, vagy kettőre max, aztán el vagyok, mert úgyis játszok. Itt már azért más a szint. Próbáljuk igen azért keresni azokat a játékosokat, akik szeretnének futballozni is, tehát magasabb szinten, nem pedig csak azért, mert tök jó játék. Úgyhogy szemünk az nyitva van, de nem egyszerű a helyzetünk.
Mi az, amit a munkához való hozzáálláson és magatartáson megszoktál követelni a lányoktól? Hát a rend, a fegyelem és a tisztelet. Tehát ez a három, ez ami alapvető. Akár az ellenfelekkel szemben is, tehát mindig tisztelni kell az ellenfelet, ezt mondom nekik. Tehát hogyha megvernek minket, mert előfordul, tehát meg lesz is még, akkor is oda kell menni, és akkor gratulálni kell az ellenfélnek, nem puffogni, meg csapkodni, hanem büszkén odaállni és gratulálni annak, aki jobb volt az adott helyzetben. Szeretem a rendet, akár az öltözőbe, ellenféltől se távozhatunk el úgy, hogy szemetet hagyunk, tehát mindig össze kell pakolniuk, el kell rakodni maguk után. Ez hozzá kell szokni, tehát egy magasabb szinten ez úgy gondolom, hogy elvárható, és kell is, hogy rendet és fegyelmet tanuljanak. Okozott esetleg a kamaszkor bármiféle nehézséget számotokra? Ez mindig vele járója itt a, akár a női, akár a fiú labdarúgásnak. Igen, volt, aki távozott, ilyen-olyan okok miatt volt, aki visszatért, valaki egy-két év múlva tért vissza, mert rájött, hogy ez mégis milyen jó. Ez mindig vele járója lesz ennek az egésznek, sajnos. Szakmai stábot érinti-e valami változás a jövőt illetően? Elárulhatsz erről valamit? Hát mindenféleképpen, tehát növelni kell a stábot egyértelműen, tehát szükségünk van egy masszőrre, akár egy orvosra, szükségünk van egy erőléti edzőre, úgyhogy plusz még edzőkre az utánpótlásba dolgozunk ezen, hiszen több játékosunknak is tetszik ez az egész légkör, ami itt van, és úgy gondolták, hogy elkezdik akár a legalapabb edzői tanfolyammal, hogy a legkisebb gyermekeinknek tudjanak segíteni, hisz ott az a cél, hogy minél többen szeressék meg ezt a sportágat, és minél több kislány legyen itt, aki rúgja a labdát. Mennyi utazással, illetve lemondással járhat a következő szezon a számotokra? Utazásban nem lesz több szerintem, mint volt eddig is. Lemondásban már lehet, hogy több lesz, mert azért ez egy egynapos elfoglaltság lesz az mindenképpen. Tehát meglátjuk. Aki oda kerül az NB1-es keretünkbe, azt fog oda kerülni, akit én úgy ítélek meg, hogy erre alkalmas, és ezt akarja csinálni. Mit tanácsolnál azoknak a lányoknak, akiknek esetleg megtetszett most ez a sportág a beszélgetésünket hallva? Hogyan kereshetnek meg titeket, hogyan tudnak csatlakozni a klub kötelékébe? Hát, többféle elérhetőség van, de ha ide kijönnek a pályára, én szinte minden nap itt vagyok, tehát engem megtalálnak, meg itt valaki úgyis mindig van, nyugodtan lehet jelentkezni, akár volt ilyenre is példa amúgy, hogy bejött valaki, és csatlakozott hozzánk, és a mai napig itt van. Tehát mindenhol, akár a közösségi médiában is meg tud találni bennünket, tehát könnyen megtalálhatóak vagyunk, aki akar focizni. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, köszönöm szépen a nézőknek is a figyelmüket, és viszontlátásra!